Köszönöm szépen a meghívást és a szavakat is. Kevesen hiszik el, de én nagyon izgulós vagyok. Pedig több egyetemen is tanítok, de ott is mindig izgulok az első öt percben, majd túl leszek rajta. Nagyon nagy kihívás ilyen témáról beszélni. Nem csak azért, hogy jó lesz az előadás, mert én mindent bele fogok tenni. Ha Jóisten is hozzáteszi a magáit, akkor talán önök is kapnak valamit. Uh, és ráadásul egy nagyon nehéz címet választottam szándékosan, ez a nyomor mosolya. És nem is akarok mentegezni az ellentmondást, tehát ilyen tulajdonképpen nincs, főleg, hogyha majd elmondom, hogy mit is értünk nyomorúság alatt. Uh, mesélni fogok róla. Tulajdonképpen rólam. És azokat a dolgokat, amiket fontosnak tartok, azt már egy kicsit kihangsúlyozom, nem a tanítás okán. Ha kérdéseket sikerül feltennem, vagy kinyitnom önökben, akkor már célt értem, szerintem nem fogok tudni egyikre se igazán válaszolni. A nagyfiamtól tanultam, hogy, hogy legjobb, ha az ember megmarad a kérdéseknél. Ha túl gyorsan válaszol, akkor nem biztos, hogy jó volt a kérdés. És ezért azt gondolom, hogy tényleg a legtöbb, amit, amit én most viszont kaphatok, hogyha ha kérdőjelek nyílnak bennünk, és majd mindenki, amikor elindul haza, elkezdi keresni a saját válaszát. Tehát nem vizsgaelőadás, nem tanítás, hanem mesélés lesz. És akkor egy picit a, a címről. Én elég rossz tanuló voltam, de aztán, aztán úgy alakult, hogy több diplomám is lett, és úgy gondoltuk többen is szerintem, hogy a baráti körben, hogy mi filozófusok leszünk. Én a pálferis körben nőttem, a pálferi nekem bérmafiam. Úgyhogy ilyen nagyon nagyon erős, erős csapat volt ott Imre atya körül ab akkoriban és éjszakákat vitatkoztunk át ilyen szentírási ellentmondásokon, hogy kell tarisznyát vinni, vagy nem, és hogy Jézus miért mondott olyat az anyjának, amikor meglátogatta, tehát hihetetlenül tele voltunk ilyen kétkedéssel és vitával, és én akkor szakdolgoztam, persze filozófiából, bár tanárember vagyok, és Kirkegór és Dostoyevsky vallás filozófiáját hasonlítottam össze, mert ugye mi mást, és és akkor a vizsgára készülve két mondatot is olvastam, ami egy életre elvette a kedvemet a filozófiától. Az egyiket Kirkegor mondta a tanítványainak, majd a végén tanulság is lesz. Azt mondta, amikor ilyen vitákat hallgatott végig, hogy ezt nem értik meg, azt mondta, hogy azt tanácsolja nekik, hogy csinálják meg azt a néhány ezer Jézus kérést, ami világos a Szentírásban. És amikor a végére érnek, akkor fogják érteni azt a hármat is, amit most nem értenek. És azt gondoltam, hogy nekem ez így jó. A másik dostoyevsky volt, ő pedig egy éjszakában nyúló vita után írta le a naplójában a liberális barátainak, már akkor is voltak ilyen villongások a 19. század végén, tehát a liberális barátainak írta, hogy rendben van, meggyőztetek, Jézus tévedett, de én inkább Jézussal tévedek, mint veletek. És azt mondtam, ez úgy egy héten belül ért ez a két mondat, hogy nekem jó, és miért hoztam ide ezt a, ezt a kis bevezetőt, mert hogy Kirkegortól nagyon sok mindent tanultam. Az egyik legfontosabb az az, 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 az életstádiumoknak a tanítása, nagyon röviden összefoglalom, a lényeg majd a címhez fog vezetni. Ő azt mondta, hogy három fontos stádiuma van az emberi életnek, az első, amiben mindegyikünk beleszületik, az az esztétikai. Én ezt akkor, amikor szakdolgoztam, úgy hívtam magam, hogy a csajozós. Időszaka az ember életének, akkor igazából még nem az értékek, hanem a, a szépség, a, a, a finomság az élet szerint választ az ember, és azt mondja, hogy a, a következő lépés, az etikai stádium, ha el akarok oda jutni, akkor van egy hatalmas ugrás, ez, ezt ő rezignációnak hívja, hogy én fordítottam magamnak ez az elengedésnek a tudománya. Amikor az ember el tud engedni a dolg, egy fontos dolgot az életéből, akkor tud az etikai szintre emelkedni, és ez még mindig csak az etikai szint, és van egy harmadik a hit szintje, és tudják, hogy mit mond Kierkegaard, hogy mi az ugrás? A humor. Engem ez rettenetesen megdöbbentett, amikor olvastam. Valószínűleg ő inkább valamiféle derűre gondol, mint a kacagásra. Azt hiszem, hogy az a fajta emelkedettség, amikor az ember összekacsint az Istennel. Ezért mertem ezt a címet adni. Mert hogy egy nagyon szomorú világot szeretnék mutatni, és mégis azt gondolom, hogy az, hogy találkozhatunk, az, hogy, az, hogy időnként érthetjük ezeket a hieroglifákat, amit a nyomorúság leírt, ez azt gondolom, hogy időnként összemosolyogtat minket a jó Istennel. Ahogy Attila atya mondta, azt gondolom, hogy nagy ajándék sokunknak, Ferenc pápának ez a végtelenül egyszerű tanításvonal, amit az elmúlt években hallottunk tőle, azt gondolom, hogy ez is valamiféle féle terül. Na és akkor induljunk útnak. Hoztam egy, egy térképet csak, hogy most ezzel itt nem fogják látni, a Dunántúlon ott olyan légypiszkokat láthatnak a térképen, tele van vele a Dunántúl. Ez a török előtti Magyarországnak a térképe, rengeteg máltai erődítmény, ispotály, birtok, vár volt Magyarországon, tehát már egyszer már volt erős a Málta Magyarországon. Csak azért mutogatom sorba, hogy hogyan is alakult a mi életünk, hogy miről nem fogok beszélni. Tehát ilyen nagyon sok mindenről. Ezek a kis színes pöttyök, amiket ide föl fogok most gyorsan varázsolni, ezek különböző intézményrendszerek Magyarországon, amiket most a Málta működtet, fogyatékos, idős, gyermek, iskola, stb. Csak azért szerettem volna, hogy lássák, hogy egy hatalmas rendszer szemszögéből próbálom megmutatni azt a világot. Én 28 éve ö, dolgozom a Máltai Szeretetszolgálatban, és 28 évnek a summáját. Próbálom most elmondani. Hát ez volt az a, az a templom, ahonnan a Mártai szeretett szolgált elindult. Kozma Imre itt volt sokáig plébános, és én nagy szerencsémre, akkor szerencsétlenségnek éreztem, de Komáromból Budapestre költöztem 15 éves koromban, és ide költöztünk egy évre albérletbe a templommal szemben. Nekem nagyjából ez a költözés meghatározta az életemet, és én ott Imratya lábainál nőttem sokat magammal. És Imratjának végtelenül egyszerű tanítása volt, a három fő pontot mondanám el. Az egyik így szólt, hogy a kereszténység gyakorlat, nem elmélet. A második úgy szólt, hogy a szeretet sok bűnt akar. Ez valami olyasmi, amit most vasárnap mondott a Szent Atya, hogy, hogy nem elég állandóan bűnvizsgálatot tartani, folyamatosan tenni kell a jót, és még Imratja azt is hozzátette, hogy akkor még esélyünk is lesz megjavulni. Tehát ne várjuk meg, amíg jók leszünk, és majd utána jót teszünk, nyugodtan rosszan is tegyünk jót. Ez azt gondolom, hogy egy nekünk akkor nagyon tetsző tanítás volt. És a harmadik, a legnehezebb az pedig úgy hangzott, hogy kockázat nélkül nincs élet. Tehát ha mindig, mindig mindent ki fogunk számolni, hogy bejön vagy nem jön be, akkor nem fogunk igazán izgalmas utakra elindulni a hétköznapiság életét fogjuk élni, és ez volt azért a legnehezebb, mert ugye fiatal korban az ember a kockázatot meg a hazárdírozást össze tudja keverni, és időnként ezért kerültünk nehéz helyzetbe, és akkor ez már a befogadás háza. Hajléktalanságtól fogok egy picit indulni, és egy picit mesélek is róla, azért, mert ez egy ilyen látható nyomorúság, azt mindegyikünk ismeri, ha máskor nem télen biztos, hogy esik róla szó, én először a hajléktalansággal találkoztam életemben, és nagyon sok évem telt el közöttük, és nagyon sok mindent tanultam, tanultam tőlük, többek között azt, hogy én nem taníthatok nekik semmit, én tanulhatok tőlük. Ez egyébként a, a Máltai Szeretett Szolgálatnak az ilyen díszterme zugligedben, a befogadásház, az január-februárban átalakul hajléktalan szállóvá, és hihetetlen jó heteket szoktunk eltölteni. a hajléktalan barátainkkal. Ez egy nyugati aluljárós kép, ez egy egészségügyi rendelő, ez pedig egy téli utcai kép. Tulajdonképpen a nagyvárosi hajléktalanságot túl lehet élni. Tehát bármilyen furcsa, ha valaki itt a főtéren, a dzsámitérnek hívják? Hívjuk Széchenyi térnek. A Szé Szé Széchenyi téren, ha valaki hajléktalanná válik, annak száz méteres körzetben számtalan túlélési esélye van. Ha más nem öt percre be tud valahova menni melegedni, hát ha még kérni is tud, akkor aztán egészen biztos útja van. És még aki esetleg el akar bújni, vannak ilyen szent életű kollégák, akik megkeresik a hóban, meg a sátorban, és visznek neki cipőt, itt igazából csak a pózra szeretném felhívni a figyelmet mind a két képen. Nem a hajléktalan ember áll föl, vigyázva, amit egyébként a világ elvárna. Lehajol, odagugol, vagy odatérdel. Ez a kép nem véletlenül került be a vetítések, vetített képek közé. A képen Habsburg Mihály Főherceg látható a keleti pályaudvaron két évvel ezelőtt, egy menekült anyuka előtt térdel, és Azért nagyon fontos a kép, mert őt semmiképpen nem lehet vádolni azzal, hogy mondjuk, mondjuk szélső baloldali vagy liberális gondolkozású, vagy hogy a Migration aid az aktivistája minden este lent volt a keleti pályaudvaron, és azt mondta, hogy azért, mert tudja, hogy milyen menekültnek lenni. A póz pedig azért érdekes, mert máshonnan ezt a világot nem lehet látni. Tehát aki nem tud letérdelni, azzal olyan nagy baj nincs, csak akkor ne beszéljen. Guardini azt mondja, hogy a térdelésben a magasságunk felét ajándékozzuk annak, aki eléletérdelünk. A Jóisten elé is ezért térdelünk le, a fiú ezért térdel le a lánykéréskor, és akkor a lányok el is hiszik, hogy odatta a felét. De hogy ez egy valós mozdulat, és hogyha azokban a hetekben ezt a pószt sokan fölvették volna, akkor azt gondolom, hogy egészen másképp kanyarodik Magyarországon a kommunikáció. Mert aki innét nézte ezt a világot, akármennyire bonyult Én történelemtanár vagyok gyárilag, és azt gondolom, hogy megoldhatatlanul bonyolult a menekült kérdés. Tehát a jéghegy csúcsát látjuk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy aki ezt a pózt felvette akkor, az a menekült gyerekeket látja továbbra is. A fáradt anyákat, akik nem tudják, hogy Európában vannak, vagy másik földrészen, akik valóban a leppóból jönnek, és igazából menekülnek. Azt gondolom, hogy ezen mindegyikünknek nem a menekült a pózról el kell gondolkozni, hogy képesek vagyunk-e oda kuporodni. És hogyha tehetek ilyet, hogy házi feladatot adok, tanárember, akkor adnék egyet így télire. Sokan, sokan szokták kérdezni ilyenkor, hogy hát mégis mit segítsünk a hajléktalan embereknek. És akkor ilyenkor, főleg így karácsony közeletével az embert megszállja a Szentlélek egy kicsit jobban, és akkor akkor kicsit közelebb megy a dologhoz, és általában aztán csalódik. Mert ez egy nagyon nehéz világ. Ez nem úgy van, hogy én jót teszek, ő meg meghálálja, gyakorta pont adott esetben meglop. Mert nem tud élni a lehetőségeivel, nem túl sok lépcsőn potyant le ahhoz, hogy ő visszamásszon egy pillanat alatt, vagy egy jó cselekedetről megtéréssel reagáljon. Ezért azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk meg akar menteni egy hajléktalan embert, ahhoz kell egy élet. Tehát ne tessék hazavinni, nem kell befogadni. Viszont az nagyon jó dolog lenne, ha legalább egy hajléktalan embernek megtudnánk a nevét. Akivel úgy minden nap találkozunk. És amikor arra megyünk, akkor ha nem kell szendvicset vinni, meg nem kell ajándékot, köszönjük, köszöntsük a nevén. Jó reggelt, József! Lehet, hogy több, mint bármi más. Mert hogy legtöbbüknek az a baj, hogy neve sincs. Nevén szólítjuk embere van. És hát, ha még József napon eszembe jut, és felköszöntöm. Szóval azt gondolom, hogy ezek azok a hétköznapiságok, amire mindegyikünk képes, nem kell hozzá szociális munkás végzettség, mentálhigiénés érzék, lehet, hogy még empátia se túl sok. És mégis egy döntés bennünk, mert ugye nagyon gyakran van az, hogy az ember elmegy, mondjuk elmegy Attila atya miséjére, Attila atya formában van, Koldus Lázárral Rédikál, megkönnyezzük, és amikor kimegyünk a templomból, akkor egy mocskos alkoholista ül a lépcsőn. Kutyája olyan vad. És pöckölünk neki egy szávast. És a koldus Lázár az pedig úgy él bennünk, mintha a testvérünk lenne. Ott a templomban átítatva szent lélekkel. Szóval azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, ha mernénk őszinték lenni az evangéliumok közben is, hogy hogy is vagyunk mi kinn az utcán ezzel. Ahol már van szaga, ahol már van hangja, ahol érződik az alkoholgőz. És azt gondolom, hogy itt van a, itt van a nagyváltás, vagy itt lehet a nagyváltás életünkben. Még egy, egy mondatot, mert ezt nagyon szeretem, Hanvas Béla a nagy vita partnerem. lehet vele sokat vitatkozni, gondolom, hogy vagy vannak itt néhányan még közöttünk, akik szeretik őt, azt mondja, hogy az ember magasabb, amikor térdel, mint amikor áll. Ez nekem az asztalom fölé ki van írva. Tehát az ember magasabb, amikor térdel, mint amikor áll. És akkor lépjünk egyet tovább. Azért kezdtem a hajléktalan ügyel, mert az egy ilyen nagyon jól látható nyomorúság. A kormány most már milyen piros kódot vezetett be? Vörös Még jobb. Tehát, hogy <kül> Nagyon jó üzenet egyébként. Igen, vannak pillanatok, amikor mindenki álljon meg és nézze az embert. De azért egész őszintén időnként azt érzem, hogy az egy ilyen eltüntetési gyakorlat, amit a hajléktalan ügyben csinálunk. A jóléti erkét minket zavar a kép. Olyan jobb lenne nem látni. Nagyon gyakran szerintem nem csak bennem, másban is megfogalmazódik, hogy azért nem igaz már, hogy nem tud ezt vagy azt csinálni, és ökölbeszorul az ember keze, persze elrejti a nadrágjába, a szíve is ökölbeszorul. Szóval, hogy nagyon nehéz ezt úgy közelengedni az ember szívéhez, de mi van azzal, ami nem látszik a jóléti erkéről Például ez a kép, ezen, ezen a képen akiket látunk, csak akkor látjuk, ha közel megyünk. Ez egy anyuka, egy négy gyerekes anyuka hármat látunk a képen, és 13 évvel idősebb csak, mint a nagylánya. Egyszer egy lelki gyakorlaton, amikor ezt elmondtam, akkor egy néni mondta, hogy a kis prosti. Nem jó a fogalomhasználat. Ez egy egészen más világ. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok időt kéne egyáltalán eltűnt, eltöltenünk vele, hogy körülbelül meg tudjuk fogalmazni, hogy az indulat mit fedett el bennünk, amikor ezt a szót kimondtuk. Zsuzsinak hívják ezt az anyukát, és elképesztő az, amit, amit csinál a gyerekeivel, és anyukám is, amikor mutattam ezt a képet neki, azt mondta, hogy Mikókám, de azért az nem igaz, hogy nem tud összesöpörni. De igaz. Mi is csak olyan dolgot tudunk, amit, amit megtanítottak nekünk. Ha nem tanítják meg a rendet, akkor mi nem ismerjük a rendetlenséget sem. És ezt nem tudjuk. Nem tudjuk visszaadni. Ugye az is teljesen világos, hogy, hogy én hat gyerekes apukaként nehezen tanultam meg, hogy egyetlen egy ember tudok megváltoztatni, az én vagyok. A gyerekeimet meg nem. Biztatású mondom a gyerekeknek. A, egyszer, ez kis, kis tanítás, vagy kicsit félrenézek, és utána majd védekezem. A 15 éves volt a nagy lányom, amikor egyszer bementem hozzá, és éppen a körmét festette, és felismerhetetlenségig volt fölborulva a szobája, és elkezdtem üvöltözni vele, hogy az nem igaz, hogy nem tud rendet rakni, meg az a minimum, meg... És így hátra nézett rám, és azt mondta, hogy apa, amiért üvöltözöl velem, azt vagy örököltem, vagy így neveltetek. És van benne valami igazság, tehát ugye És a másik, hogy itt, a, hogyha már a, a, mosolyról szó esik, az, az biztos már játszották másképp, de azért én megpróbálom, ugye, hogy a, az ember nagyon sokat beszél arról, hogy mit kéne csinálni, és tulajdonképpen világossá válik, hogy senki nem azt csinálja, amit mond, hanem amit mutat, ugye, és erre szokták mutatni, és próbáljuk ki, hogy mindenki velem együtt most, mindenki, de kivétel nélkül mindenki, emelje föl velem együtt a mutatóját, de most gyorsan mindenki a mutatóját emelje föl, ugye, ez a nagy ujjam. Tehát, hogy néhány figyelmes ember, ugye, vagy aki éppen nem figyelt, mert lefelé nézett, ugye, és csak a füle volt nyitva. Szóval, hogy igen, ennyit ér a szó. Valójában ennyit ér a szó. Az egyetlen dolog, amit, amit csinálhatunk az életünkkel, hogy kísérjük a mellettünk lévét, és a mozdulatainkat, ha szimpatikus, ha kedves, ha vonzó, akkor el tudja lesni. Semmilyen erőszak nem tud megragadni. Bennünk se. Tehát abban a pillanatban, amikor valaki erősen szól hozzánk, abban a pillanatban bezáródunk. És ha a legszebb mondat jön után, akkor se hallom már. Az ölelés az egyetlen, amiben befogadódom. Az a mozdulat. Tehát ezért az, amikor az ember erőből próbál valamit átnyomni, egyébként erőből szeressék a hajléktalant, fogadják be a cigányságot, menekültet. Soha. Meg lehet? Kényszeríteni lehet egészen addig, amíg a kényszerítő erősebb. És amint meggyengül, abban a pillanatban jön a forradalom. Tehát ezt láthatjuk. Na, és akkor egy képsort hadd mutassak, sajnos nem régiek a képek, és sajnos nem Ázsiában készültek, hanem Magyarországon. Ez egy iskola. Ez a kép azért nagyon jó, mert az iskola ablakon a törvények szerint nem lehetne rács tűzrendészetileg. Ezen az iskolán azért van rács, mert ha nem lenne rajta rács, akkor reggelre nem lenne semmi az iskolában. Ez egy ilyen falu. Tehát mindenképpen a rács maradt, tehát törvényt sért az, aki ide, és így néz ki egyébként, ahol nincs rács. Itt ez, a, ez ilyen üveg vagy hogy ilyen ez a fém szálas, ez a fűtő helyiség. Így kapták a gyerekek négy éven keresztül az ebédet egy műanyag dobozba, és az udvaron, ezen a színes kreatív udvaron ették meg. A kérdés az, hogy a mi gyerekeinknek hányszor lehetne odaadni műanyag dobozba az ebédet. Azoknak a gyerekeknek, akik innét indulnak iskolába. Innét nem lehet iskolába indulni. Trambulin játszótér. Gyönyörű kép, cigánykerék, a karon ülő gyerek. Ezt nem tudom, mennyire tudják, biztos, hogy vannak közöttünk, akik tanultak gyermekpszichológiát, hogy a karonülés mennyire veszélyes. Mert hogy a gyereknek mászni kell. Le kell tenni a földre. És ott a sok színes mindenfélével ismerkednie kell, meg kell tanulni a két térden egy láb, vagy egy kézen támaszkodni, nyúlkálni. Hát idézzük fel, a amikor kisgyereket vagy unokát látunk, hogy a rácsba föltépi magát, és próbál. Igen, így növünk föl, így lesz egyensúlyunk, így lesz koordinációs érzékünk, így tanulunk meg beszélni. Biztos láttak már olyan gyereket, akinek amikor dobják a labdát, akkor nem elkapja, meg nem elüti, hanem fejbe vágja a labda. Fölborult tőle. tám és üvölt. Ő nem mászott. Ugyanígy fogja eltalálni a probléma az életben, és ugyanígy fog üvölteni és ütni. Mert nem tanulta meg, hogy hogyan kell. És akármilyen egyszerűnek tűnik, ide vezethető vissza. A teljesen sivár, fekete-fehér, mozdulattalan gyerekkor. És azért ülnek a karon a kar karona gyerekek, mert nem lehet letenni a földre. És ha le is lehetne most tenni a földre, 300 évig ezt látta ő is, az anyukájától. Ezért ül a karon a második, harmadik, negyedik generációs értelmiségi cigánygyerek is, mert ez a szocializáció. Nagyon érdekes és nagyon szép kép, szerintem. És még néhány adatot itt hat mondjak el, jó, ez erről a karonülésről. Nem tudom, mennyire tudják azt, hogy, hogy a cigány közösségekben ötször annyi gyerek születik, mint a jóléti erkélyen. Ötször. És aztán majd mondok még adatokat, csak nem így egyszerre. És akkor a végére hagytam ezt a képet már az ilyen képbemutatóból. Ez az a lakás, ahol a Zsuzsi neveli a négy gyerekét. És innen indítja iskolába és óvodába. Itt sem lehet letenni a földre a gyerekeket. De egy kicsit körülnézünk, ez, erről, erről, az, erről az egész képről lehetne tartani egy egy egyetemi szemesztert. Mondjuk a, az óráról a falon, ami soha nem jár, mert elem kellene bele. Meg egyébként is mindegy. A nyomorúság és a szegénység között az a végtelen nagy különbség, hogy a nyomorúságban elvész a cél. Itt vannak hozzám hasonlóan idősebbek, akik nyilván jól emlékeznek a 60-as, 70-es évekre, az volt a szegénység. A 60-as évek magyar faluja, ahol nagyon-nagyon sok minden hiányzott, és nagyon-nagyon keményen meg kellett küzdeni mindenért, de voltak célok, voltak közös értékek, voltak közös megfeszülések. Ott, amikor nagyon hiányzott valami, nem jelent meg az uzsora, a segítség jelent meg. Ha három tojást kölcsönkértem, akkor hármat kellett visszavinni, meg esetleg két kis süti darabot, amit a tojásból sütöttem. És ha valaki kórházba került, akkor a szomszéd ellátta az állatokat addig, amíg nem volt otthon. És együtt szüreteltünk, és én pici gyerekként a nagyapám mellett mindent megtanultam a kertről. A csereértékeket, hogy mi az, amit megeszünk, mi az, amit piacra viszünk, és nagyanyám csak olyan dolgokat vett, ami száz évig volt jó. Ez volt a szegénység. De a hiány az tud akkorára nőni, hogy ami a szegénységben tulajdonképpen közösség közösségteremtő, az, azokat a közösséget, ami ezzel a hiányjal szembenéz, összeomlasztja. Megszűnik a holnap, megszűnik a cél, megszűnik a közösség, és a nyomorúságban felüti a fejét a visszaélés. Ez megint azt gondolom, ha valaki történelmet tanult, a háborús naplókat érdemes felidézni, hogy ott, ott értelmes, intelligens emberek voltak, és képesek voltak megenni egymást. Tehát el tud állatiasodni annyira az ember, hogy a túlélés reményében, hogy mondjuk a vérből él. Ez alig lehet elhinni. És el lehet ide jutni. Vagy amikor nem engedik aludni a másikat. Mint kínzási eszköz. Tehát, hogy az ember ki tud vetközni magából, a nyomorúság ezt teszi az emberrel. Amikor túl kell élni az éjszakát. Amikor csak a mai nap számít, amikor meg kell vennem a gyereknek a gyógyszert és akkor úgy adnak 500 hogy 5000 kell visszaadnom, és visszaadom. Mert az a pillanat számít. És elég a konyhakredenc. És a jóléti erkéről ezt senki nem érti. Pazarlásnak látja. Rettenetesen nehéz. Nem is tudjuk elképzelni, milyen az, amikor lezáródik az ember gondolkozása egy órával később. Mi meg nyaralást tervezünk, meg a gyerekeinknek a tíz évvel későbbi létezését. Nagyon óvatosan meg kell állnunk az ítélkezés előtt. Nyomorúság, szegénység. Ezért nem szoktuk mély szegénységnek hívni, mert nem arról van szó, hogy még jobban hiányzik, hanem egy, az életnek egy sokkal-sokkal mélyebb dimenziója. Vagy üresebb, vagy reménytelenebb. Na és akkor egy kis unatkozósabb rész. Ezen a térképen a Magyarország 300 legnehezebb helyzetű települését látjuk. A, az élén kék szín az a legesleges -leges legnehezebb, 50, aztán a világoskék következik, és a zöldek. Lehet látni, hogy, hogy hol vannak a nagy problémák. Ezen a 300 településen 250 ezer ember él, és annyi gyerek születik, mint az öt legnagyobb magyar városban. Az alsó ötvenben van az az ötös szorzó, amit előbb mondtam. Miért érdekes ez? Ugye sokat beszélünk a, a, a népességfogyásról, és igazából ugye a Máltai Szeretett Szolgat azt szeretné, hogy ezt az ügyet meg tudnánk szeretni. Tehát hogyha pusztán azért cselekednénk, mert megértjük, hogy nekünk dolgunk van ezzel, és, és amit a Szent Atya annyiszor mond, hogy mi tudunk lehajolni. A fekvő emberhez ő nem tud fölpattanni hozzánk. A Jóisten mozdulata, a lehajlás, a lábmosás. Ugye ez az egyik fő mondatunk, hogy a lábmosás nélkül az Euharisztia befejezetlen ünnep. De ha esetleg szeretni nem tudnánk, akkor érdemes egy picit a számokkal foglalkozni. 2050-ben az optimista becslések szerint 8 millióan leszünk. Tehát egy emberöltő múlva 2 millióval leszünk kevesebben. Most a következő években iszonyatos zuhanás lesz, ugye a ratkó unokák kilépnek a szülőkorból. És ez annyit eredményez, ugye, hogy hát lényegesen kevesebbek leszünk, öregebbek leszünk. Tehát 2020-ban a mostanihoz képest 20%-kal kevesebben lesznek a, a dolgozókorúak, a munkaképesek. Ezért nem mindegy, hogy ezek a gyerekek dolgozni fognak vagy nem a képeken látható gyerekek nem fognak dolgozni. Nem fognak tudni dolgozni. Azokból a házakból nem lehet iskolába járni. Azokból a házakból nem lehet írni, olvasni, tanulni. Nem lehetett akaratot összeszedni. Ezért nagyon kulcskérdés. És ezért gyönyörű misszió, amit csináltok. Már itt a máltai kollégáimhoz szólok. Azt gondolom, hogy a legszebb és a legszentebb misszió ma ezt megérteni, és nagyon-nagyon és halkan megmutatni. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a leges-leges legfontosabb missziója a hétköznapjainknak az, hogy ezt a nagyon-nagyon nehéz kérdést úgy vigyük fel a jóléti erkélyre, hogy ez szerethető legyen, vagy legalább érthető. Ne botrány, ne bűneset, ne Strasbourg, ne, ne Brüsszel, tehát ne, ne valami harc, hanem ezeket az arcokat lássuk magunk előtt, amikor ez szóba jön. Mert csak így lehet változás. Itt változás nem fog elindulni. Mutatok még egy képet, csak előbb Palinak mutattam már, hogy engem is megdöbbentett. A piros képek azt mutatják, ahol 20 000-nél nagyobb település van, és ahogy sötét zöldül, az a közlekedése, tehát a közösségi közlekedéssel elérhető idő, hogy mennyi idő alatt érjük el. A sötét zöld az majdnem két óra. Tehát ami nekünk természetes, hogy beugrunk a gyógyszertárba, az van, akinek két óra is, nem akkor, amikor akar, hanem amikor jön a busz. Amikor mi Tarnabodon elkezdtünk dolgozni, ott a két buszjárat volt, reggel 7 órakor, ugye akkor már majdnem mindegy, hogy van busz, vagy 7 órakor elment az egyik irányba, este meg megjött a másikból. És mindenki mondta, hogy ezek nem szeretnek dolgozni. És akkor nézzünk ilyen kedvesebb képeket. Ez egy babacsomag. Angi, Kati, nektek is ilyen? Van már ilyen nagy? Ez azért olyan nagy, mert hogy ebben alszik a kis baba az első három hónapban. Ez az első otthona. Nem gyúlékony és ehető. Tehát csak a ha valaki aggódna. Tehát úgy van megcsinálva. Igazából mondhatja bárki, na jó, akkor egy hétig nem, ez annyit jelent, hogy elmegyünk, mondjuk a helyi polgármester, meg a máltai vezető, és köszöntik a babát, hogy Isten hozott szó szerint. Örülünk neked. Ha az egész világ ellened van, mi, akkor is veled vagyunk. Azt akarjuk, hogy élj. Mert nincsen felesleges élet. Ez ezt jelenti. És nyilván gyönyörű lenne, és, és azt gondolom, hogy a minimum, minimális követelés az az, hogy, hogy kisbaba azért soha ne sírjon. Mert ki van marva a popsia, mert nincs popsikenőt se pénz. Vagy mert nincs pelenkára. Ezt nem tudom, tudják -e, hogy a gyermekbántalmazásnak az egyik legsúlyosabb oka az ordító gyerek. Mondom a képet, jó, tessenek elképzelni, sőt, nem kell elképzelni, megyek. Itt hatan laknak. Mi nyomorúságban, apuka drogos. Hazajön este tízkor, a nyolc négyzetméteren négy gyerek, és közöttük egy egészen picike. Ordít. Ordít, mert fázik, ordít, mert nem evett, ordít, mert nem volt bepelenkázva. Biztos a kollégáim között láttak már kimosott, eldobható pelenkát. Nem kényelmes. És bejön az apa, bódult állapotban, először megveri az asszony, mert ordít a gyerek, és hogyha az asszonynak nem sikerül lehalkítani a gyereket, akkor megveri a gyereket is és nem azért, mert gonosz, hanem azért, mert drogos. És itt lehet, hogy a popsikenőt segítene, az apán nem, de a gyereken igen. Ez csak rajtunk múlik. Apát nem tudunk cserélni, pelenkát igen. Szóval úgy gondolom, hogy erről nekünk sokkal többet kéne beszélni, meg arról is, hogy pótolható a szín meg a forma. És ha otthon nincs, akkor nálunk lehet. Ja, hogy nem akarja behozni. Találjuk ki, hogy hogy. Olyan kreatívak vagyunk, amikor a saját gyerekeinkről van szó. Legyenek egy picit a saját gyerekeink. Meséljünk egymásnak, akinek sikerült. Ezt, ezt a munkát egymástól lehet tanulni, ennek nincs irodalma. Ez minden faluban más. Egy csomó dolgot el sem merek mesélni, hogy mikkel találkozunk. Szóval azt gondolom, hogy, hogy ha egy ilyen helyre, ez biztos kezdett gyerekháznak hívják most ilyen becenéven, de bárhol megcsinálható, ha minden gyerek mondjuk a nulladik naptól ide tudna járni, akkor nagy részt pótolható lenne. Nyilván azzal, aki a pocakban van, és anyuka dohányzik, meg iszik, meg a férje veri, azt nagyon nehéz megvédeni. A pocakban elvesztünk 21 gyermeket, vagy 25 át a gyermekeknek. Tehát, hogy nem, nem teljesen egészségesen születik meg. De azért itt is van probléma. Az egyik faluban, ahol a védőnővel jobban vagyok, ott azt mesélte a védőnő, hogy 69 szülésből 2200 gyerekre, vagy ö, ö, lakosra jut 69 szülés tavaly. Ez egy tízezres városnak a szülési adata lenne. Tehát 69-en születnek, és egy sem problémamentes, egyetlen egy szülése. És amikor megkérdeztem, hogy, és mégis mi kéne? Hogy legalább egy részük problémamentes legyen, azt mondták, hogy. vagy azt mondta, hogy kúp, kúp és antibiotikum. Görcsoldó kúp és antibiotikum. Egy védőnő mondja ezt. Abban a faluban, ahol nyilván nincs gyógyszertár, nincs pénz. Budán tízszer annyi gyógyszertár jut. hogy van a, a, tudom, ezer emberre, mint a nyírségben. A betegségek száma ott nyolcszor nagyobb, a diagnosztizált betegségek száma. És hát még mutatok ilyen képeket. Az, a kötelező visszatás az hatalmas dolog. Ha a Fidesz kormány nem csinált volna semmi mást, akkor azt gondolom, hogy már érdemes volt kormányozni. ez ez valóban egy, ha három éves korig el tudjuk juttatni őket, persze ez borzasztó nehéz, tehát pont a nullától háromig veszítjük el őket, de az óvodáztatás meg a nyári kötelező étkeztetés az nagyon-nagyon sok eredményt hozott nekünk. Hát ez meg egy első osztály. Hát nem Waldorf, de majdnem. Mert hogy az is egy illúzió, és nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy ez jól van így, mi meg nem vitatkozunk vele, de ugye ezek a gyerekek ugyanazt kell, hogy tanulják, mint az én gyerekeim. Ugyanazt a tananyagot, de ez teljes lehetetlenség. Az összes teszt, amit elvégzünk, mindegyikük a 0% körül teljesítések, tudják is. Így nem lehet élni, ez nem verseny. Ugyanazt a tananyagot kellene tanítanunk. A mi iskoláinkban persze nem tanítjuk ugyanazt a tananyagot, de rettenetesen nehéz, rettenetesen nehéz megtalálni, megtalálni a rést, főleg akkor, hogyha mondjuk tíz gyerekből kettő nem látja a táblát. Mert ingyenes szűrés van, de ingyenes szemüveg nincs. Tíz gyerekből kettő nem látja a táblát. Ha csak, nem adunk nekik. Ha esetleg ilyen programot kezdene bárki, az enyém remélem tudják, egy kötelező rész van, ő választja a keretet. A kötelező keretet nem fogja írni, ez is. A kötelezőt nem hordjuk, csak a csinosat. És akkor néhány kép arról, hogy milyen is a mi iskolánk. Amit most fognak látni, az az, az iskola, amit az első képeken látnak, átvettük az iskolát, aztán nagy szülő értekezett, és mondtuk, hogy nincs új iskola. Egyetlen lehetőségünk van, hogy megmutatjuk a világnak, hogy ez egy szép iskola. És amikor szép lett, és vigyázunk rá, akkor kapunk biztos újat is. Mert egyébként nagyon régi, nagyon rottyant, és lássanak csodát, értik. Elkezdtünk együtt építkezni. Ez a kisfiú kisegítő jár, kisegítő osztályba, de nagyon jó gyerek. És az, hogy ő egy aranyos, betanított munkást lesz, vagy egy drogos fiatal, az kizárólag rajtunk múlik ebben a pillanatban és amit itt lehet alkalmazni, azt hívjuk az egyszerűség kedvé sikerterápiának. Az, hogy egy ember sikeres legyen, ahhoz ugye első körben kell, hogy célja legyen, és el kell, hogy érje. De célokat segíthetünk kijelölni, és lehet olyan célokat találni, amik, amik a mi kreativitásunkon múlnak. Nagyon sokfélét lehet. Ezek még a közös festésképek. Hihetetlen jó bulikat lehet szervezni. Akkor volt egyszer egy, hogyha 72 óra kompromisszumok nélkül, ugye van ilyen, és a nagyfiam volt a fővédnök, és a egyik katolikus rádió megkérdezte, hogy, de hogy, mi kell ahhoz, hogy a fiatalok jöjjenek erre a 72 óra, és mondta, hogy legyen buli. És akkor mondta az újság, hogy ne, nem fogalmazna másképp, mondta, hogy nem. Legyen buli. A fiataloknak olyan dolgot kell csinálni, hogy buli legyen. Emlékeztek a tollerféle megnyitól? Bocsánat, ezt most nem mesélem el, de nekik ott voltak, emlékeznek rá, hosszú lenne. Szóval, hogy olyan olyan helyzeteket kell teremteni, hogy jól érezzük magunkat, nem kell a keretekhez nagyon ragaszkodni, nem kell félni, nem kell se a hangosságtól, se a boldogságtól, se a szétfeszítéstől, meg amikor nem feltétlenül úgy történnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Tudják, hogy mi a legnagyobb ünnep ezekben a falvakban? Keresztelő? Esküvő? Olyan nincs is nagyon. A szabadulási ünnep. Nekünk meg kell tanítani a tanítványainkat más ünnepeket ünnepelni. Vagy is. Ezeket mi nem ismerjük itt a jóléti erkélyen, ezeket a feladatokat. Nekünk olyan ünnepeket kell csinálni, ahol ő jól érzi magát, és egy picit más, mint amit otthon szoktak ülni és abból a romos iskolából ilyet lehet csinálni. Képzeljék el, hogy egy év alatt semmi zsenialitás nem történt, mert még csak tanáranyagot se nagyon cseréltünk. Hú, de bocsánat a tanáranyagért, de én is az vagyok, úgyhogy. Szóval, hogy az, hogyha egy kicsit kitágulnak a perspektívák, eszközöket adunk a saját kezünkbe, elmerjük hinni, hogy van következő lépés, az azt eredményezheti, hogy amikor mielőtt átvettük a, az iskolát, 50 rendőrségi ügy volt az iskolában és a tavalyi évben pedig nulla. Mert úgy miniszter úr nagyon szereti a programot. Ez Gyulajon készült, ott is van iskolánk, a, hogy ebbe? Gyulaiak. Na, szóval, hogy akkor ti jobban tudjátok, mint én. Szóval vannak dolgok, amit az ember nem osztályteremben tanít meg ezekben a falvakban. Mondjuk űrmértéket semmiképpen, meg sűrűséget sem. Teljesen fölösleges. Sőt, megkockáztatom, hogy amikor a kettő meg kettő, az négy az nem megy, mert mindig három lesz, vagy öt, akkor tessenek megpróbálni kivinni az udvarra a gyereket, rugatni vele négy gólt, és azt mondani neki, hogy három. Fogadok, hogy négy lesz. Fogja tudni. Én azt gondolom, hogy az innováció ezekben a helyzetekben ennyi. Bátorság, rugalmas rendszer, és ezek a gyerekek befőzés közben meg fogják tanulni a biológiát, tehát egy vidéki faluban nem kell bibét meg porzót tanítani a tanteremben. Azt gondolom, hogy, Na és itt az eredmény, nem ők csinálták, kollégák, de azért jól néz ki, és a fiúk meg betonozzanak, és ott tanítsuk meg nekik a köbmétert, meg a négyzetet, meg a kockát, és legalább lesz valamiféle tudásuk nyolcadikra ha más nem, akkor a saját kis lakásukat egy picit, picit megegyengetik. Van 20 darab biciklink. Úgy kaptuk, hogy amikor elkészült a betonozás az udvaron, akkor a vállalkozó hozott nekünk 500 ezer forintot borítékba. És mondtuk, hogy nekünk nem szoktak így adni 10 ot és akkor úgy meghatódott, hogy elment és vett nekünk 20 biciklit. De a kép nem ezért van, hanem nézzék meg a rajtszámokat. Ez egy három es település nyolcadikig lehetett nevezni. 434-es rajtszám. Ez egy budapesti kerületben nem jönne össze. Úgy hívjuk, hogy Tour de Bő, olyan franciás. Tisza bő. És ez a mosoly. Igen, kell hozzá humor. Kell hozzá humor, mert hogy ebben a faluban több a kóbor kutya, mint amennyien laknak. A patkányokat most már több millió forintot költöttünk, és nem tudjuk kiirtani. Jöttem egyik éjszaka haza, és néztem, hogy a holdfényben úgy mozog az a útszéle, és patkányok voltak, leszóródott a terrautóról a kukorica, de mint egy tenger úgy úgy nézett ki. a. Ezt mi nem ismerjük. Ha véletlenül egyel találkozunk, akkor pánik van az egész utcában. Igen, és ezek a gyerekek, sikeresek. Most volt mártonnapi lútkerget, és 24 ludat nyertünk. Igen, a lúdazott az ott megevésre kerül, erről jut eszembe. Ajándékba kaptunk egy mesenapot, egy neves mesélő lejött hozzánk az egyik faluba, és a gyerekeknek egy egész napra való mesecsokrot állított össze, és a süni voltak középpontban. A szúrós állat, amit szeretünk. Kedves dolog, csak az első öt percben kiderült, hogy az egyik családba süntettek ebédre, és ott szétesett a koncepció. Igen, ez egy ilyen világ, itt ennyiféle tudásnak és ismeretnek kell sűrűsödni, hogy jól lépjünk. Itt mondjuk ez kudarcba fulladt, mert a mesélőnéni nem tudott gyorsan váltani, hanem kétségbe esett a sümpörköltől. És hogy nem kell feltétlenül sok pénz. Ez egy másik programunk, ez egy 2 millió forintos szedő hangár mi minden történhet. Hát ugye általában úgy kezdődnek ezek a programok uniós forrásból, hogy megépül a közösségi ház fotocellás vécével, és aztán nem jön senki. Aztán lehet úgy is kezdeni, hogy kinyitunk egy ajtót, teszünk bele színes ceruzát, így szoktuk mi kezdeni, emlékszel, Angi? És, és aztán jönnek a gyerekek, vagy az anyukák, vagy a nagyik. Ez egy paja be a koncert. Mondjuk egy ilyen almaszedő hangár az nyáron nagyon meleg, télen meg nagyon hideg, és még egyelőre nem találtuk meg a módszert, hogy, hogy fordítsuk. Szépségverseny. Ez, na ez, ez, megint, minden gyerek tud nyerni. Mondjuk ez fontos is, mert ha nem nyer minden gyerek, akkor kocsmába aznap nem menjél. De, de tényleg kedves, kedves, találkozások, és így várják a játszást. 500 olyan település van ma Magyarországon, ahol nincsen egyáltalán gyermekprogram, egy egész évben egyetlen egy sem és a nagyik, akiket említettem, a nagyik a legjobb partnerek, mondjuk a nagyik nálam egy húszassal fiatalabbak. Ugye ott a, nálunk 1,5 gyerek születik 30 év alatt, tehát 30 év fölé tolódott az első gyerek megszülése. A cigányság köreiben 15-16 év között megszületik az első baba, és még 4-5 követi. És a nagyik azok, akik, akik a legjobb partnerek, mert még az anyukák gyakran még vágyódnak a diszkóba és a nagyikkal lehet. De ez szerintem teljesen normális egyébként, csak és iskolát is lehet benne csinálni, meg tanodát. És előbb beszéltem a játékról, nem tudom, láttak-e már mobil játszóteret. Ez a világ legjobb dolga. De nem csak azért, mert szerintem ez te vagy, Móni? Háttal. Tessék. Vannak, akik a dátumokat is tudják. Szóval, hogy ez a mobil játszás, ez nem csak arról szól, hogy mennyire jól lehet játszani. Tehát az ugrálás, az szerintem még az én gyerekeimnek is, tehát ők is beállnának a sorba. Nagyon sok minden látszik játék közben, mindegyikünkön. Tehát biztos mindenki tudja, leülnek kártyázni, és akkor kiderül a személyiség egy perc alatt. Ja, tudom, ráborítja az asztalt, nem tud veszteni, csalást gyanít. Tehát hogy a, a játék az nagyon jó, és igazából a legjobb kutatási eszközünk, tehát ha elmegyünk egy faluba játszani, mondjuk harmadszor fújjuk föl a várat, addigra nagyjából mindent tudunk. Ki jön ki? Kit érdekel? Jönnek-e a szülők, pedagógus, polgármester? Gyerekek hogy állnak sorba? Vagy ugye, amikor a gyermekéhezésről elkezdtünk először beszélni, azt nem is tudom, hogy melyik játszó busz fedezte fel, hogy ugye sorbálnak a gyerekek, így remegnek az izgalomtól, hogy mikor kerül rájuk a sor, és kiteszünk egy Wildling háztartási háztartási és a fél csapat kiáll a sorból föladja a kis helyét, és a kis pólójába beletesz két marék kekszet, és viszi haza. Háztartási keksz, nem arany. Háztartási keksz. Ez éhezés. És aztán meg tudjuk, hogy tudnak-e írni, mert csak ki kell írni a használati utasítást, írd le anyukád nevét, mikor születtél. Tehát nagyon sok minden kiderül egy-egy ilyen játszás közben. És hát nekem volt egy saját élményem, ugye az ember közepesen, rendesen fölöltözve megy egy faluba Budapestről, akkor úgy ő ellenőr, teljesen mindegy, hogy honnan jön. És beültem a polgármesterhez, és kérdezgettem tőle, hogy milyen sikeresek a programok, mind nagyon sikeres volt, tökéletes, stb. Majd kijött délután a játszáshoz, és került egy foci, úgyhogy egy jó órát fociztunk, és aztán utána egy sör mellett a falat fa elmondta az igazat. Tehát nem nagyon érdemes Budapestről kérdőívezni. Polgármestereket focizás nélkül. Szilu. Foci. Most ez a legjobb. Tehát most a foci az egy hívószó, politikailag se támadható. Úgyhogy a Monori csapatunk az 7 éves most, és képzeljék el, hogy van válogatott játékosunk. Világbajnokságon voltak kéne a mieink. Imratja búcsúztatta őket egy molkútom, mert a mol a repülőjegyet azoknak a gyerekeknek, akinek kihívás a mozgó lépcső. Ez a Pepe mondata, azt hiszem, hogy Jani, nézd állok, azt mégis gyalog. Ugye ez? A mozgó lépcső mondat. Hogy, hogy, ezek azok a, a terápiák, amik, amik, amik visszafordíthatnak emberi életeket. Ezek azok a sikerek. És azt gondolom, hogy, hogy amikor sikerterápiáról beszélünk, akkor van még egy kulcs. Hogy ez nagyon vonzó tud lenni. Tehát a siker mindenképpen vonzó, és nekünk ez a cigánytelepi csapatunk, ez annyira vonzó, hogy egyetemisták fociznak benne. Hogy nem az történik, hogy mi bekönyörgünk két cigánygyereket a Fradiba focizni, hanem bekérezkednek hozzánk, és az integrációnak ez az igazi iránya. Mert hogy a cigányság vonzó aki egészen közelről látja, és ott van, az azt gondolom, hogy gyakran érzi azt, amit én, hogy inkább itt maradnék. És gyakran jobban érzem magam, őszintébbnek érzem magam, mint mondjuk valami döntéshozói körben. És időnként bonyolult. És az utolsó képsor, láthatóan ez is a hangárban indult, a hangárban készült az első kép. Ez a szinfónia program, mindenkinek nagyon ajánlom a figyelmében. Úgy indul, hogy csinál mindenki magának egy papírhegedűt. Elkezd rajta ritmust gyakorolni, ez körülbelül három másodperc, ami kiderül, hogy remek ritmusérzékük van, és aztán egyszer csak megérkezik az igazi hegedű. Na ez a mozdulat is rajtunk múlik. Ez a legszebb kép, amit életemben láttam. Az, hogy egy gyerek így tudjon örülni hangszernek, ez rajtunk múlik. Ezek nem százezer forintos történetek. És ugye a, nem arról szól a, a szinfónia program, hogy akkor jöjjön egy szolfés tanár, és tanulják meg az öt vonalat, meg a mindenféle kulcsokat, hanem első este zenélnek. Mert egy hangot mindenki megtanul, nem biztos, hogy teljesen tiszta, viszont a jó kis szociális munkás zenészeink rá tudnak játszani egy ismert dallamot. Ővék az akkord, miénk a dallam. És szülők pedig tátott szájjal nézik az első este, hogy az ő gyerekük zenél, a gyerekük, gyerekek pedig élvezik. És egy év alatt el tudunk velük oda jutni, hogy felmernek lépni. Nem fel tudnak, felmernek. És ez egy nagyon-nagyon kulcs szó, hogy mernek. Elhiszik magukról, hogy képesek rá, és ez a kép pedig az arénában készült. És aztán zárásképp engedjék meg, engedjétek meg, hogy hogy megpróbáljak elindítani egy kis videót, Ha elindul, akkor a, a Várkert-bazárnak a, a koncerttermét fogják látni. Ez az egyik legelegánsabb fellépőhely a Magyarországon. Volt egy díjátadó gál, ahova meghívták a szimfóniás válogatottunkat, és X-faktoros fellépőkkel együtt léptünk fel. És ugye mi mindig együtt zenérünk a diákjainkkal, és a, a velünk énekelt a Szalóki Ági, a többi szerintem magáért beszél. Fáj a szemed és a fáradtságtól a könnyed kicsor. igazi produkció, és az utolsó mondatom legyen az, ami a, a szimfónia program alapítójának a, a mondata, az úgy hangzik, hogy aki egyszer hangszert fogott, az soha nem fog fegyvert fogni. Köszönöm szépen.